Ebben a Magyar Logok című könyvbe bekerült 4 logom. Ezt egy 4000 beküldött logóból válogatták be. Bekerült 680 darab logó, és ebből pedig 4 az enyém. Például itt látható egy a búcsúházi fotografi, melyet Búcsúházi Istvánnak készítettem. Tudni kell erről a logóról, hogy a benne látható mintázat, ez egy több mint 1400 éves templomnak a mennyezetének a bordázata, egy nagyon régi stílusban hagyták meg ezt a templomot, és ő nem csak fotózik, hanem ennek a templomnak gondnoka is, és szerette volna, hogy valamilyen szinten ez a fotózás és ez a templom, ez valahogy összekötődjön, és így alkottam meg neki egy ilyen szép logót. Erre vagyok igazából talán legbüszkébb azokból, amik bekerültek. Nagyon jól eltaláltam az arányokat, úgy gondolom. Aztán ez az összetettek kategóriában került be. Aztán van még két másik logó is, a Betlehem és a Jerikó. Ezt már többen is ismerik, hogy van egy ilyen projektem, hogy Biblia projekt, bibliai logók projekt, és ilyen kreatív szöveglogót, logotípiákat készítettem, és azokból is küldtem be, és beválogattak 2 darabot ebbe. Ugye ezek nem felhasznált logók, hanem ezek az én saját projektemhez tartoznak. És itt látható a Betlehemnél például, hogy megjelenik a T betű úgy, mint az a csillag, ami Betlehem felett ragyogott, és ezt követték. Illetve a Jerikó, nem a jerikói fal. Úgyhogy ilyen asszociációkat tettem bele ezekbe a logókba. Illetve még a negyedik logó, ami bekerült ebbe a könyvbe, ez a Blocks nevű logó. Ezt egy külföldi pályázatra készítettem, mint legókat készítő cégnek, és ezen az látható, hogy 3 darab legó, egy kettes és egy 2-1-es, ahogy össze van rakva, egy B betű, hogy oldalára van fordítva egy B betűt, mint a szónak az iniciálja, a kezdő betűje, a Blocks. Ez jelenik így meg egy ilyen kis érdekes kis játékos, mint amilyen a vállalkozás is.